Sziasztok! Eljött az a videó, amikor válaszolok a kérdéseitekre. Jött egy pár kérdés, elkezdem olvasgatni őket, megmondom, hogy ki kérdezte, felolvasom a neveteket, ha van, és megpróbálok rá válaszolni. Na, lássuk az elsőt. Oké, kérdezte, hogy horgásztál már debreceni Kócos horgászton? Nos, már többször horgáztam a Kócoson, és biztosan még fogok is. Ha megnézed egyébként a tavalyi gyerektáboros videót, vagy tavaly előtti, nem is tudom, akkor látsz egy viszonylag hosszabb videót a gyerekekkel, az is a Kócos horgásztavon történt. Az igaz, hogy még nem volt teljes ekohorgászat rész a Kócosról, viszont lehetséges, hogy az is sorra kerül. Balla Tamás kérdezi, hogy szia, Tomi vagyok, láttam horgásztál a nyugati csatornán, az lenne a kérdésem, hogy milyen a harcsa állománya, szoktak horgászni rá? Milyen módszer lenne az eredményes? Köszönöm. Na Tomi, a nyugati főcsatornán én még nem harcsáztam. Valójában nem láttam még egyértelmű jelét annak, hogy lenne harcsa azon a helyen éppen, ahol horgáztam. Nem is láttam senkit még ott harcsázni, viszont teljesen el tudom képzelni, hogy harcsáznak benne, és szinte biztos vagyok, hogy harcsa is van. Nem is láttam még, hogy fogtak volna sajnos, de a videóimban is látszik ugye, hogy a szemközti parton, ahol szoktam horgászni, ott rengeteg bokor van, ilyen vízbe bedőlő bokor, és alatta már viszonylag mély víz is van, tehát rögtön letörik a part, úgyhogy akár harcsafészkeket is el tudok ott képzelni. Én mindenképpen ott az ilyen bedőlő bokrok alatt harcsáznék, lehet, hogy el is következik az a horgászat, amikor én is megpróbálom ott a harcsázást. Milyen módszerrel? Biztos, hogy valamilyen stupekes megoldással, semmiképpen nem ilyen egyszerű fenekezős megoldással próbálkoznék, hanem ilyen stupekes megoldással a sötétedéstől kezdve valójában bármeddig, hajnalig. Úgyhogy ha van rá lehetőséged, próbáld meg is, a sikeres vagy benne, a sikerű harcsát fogjál, akkor mindenképpen oszd meg itt valamelyik videó alatt. Valkűr a texasi kopó kérdezi, hogy szia, volt egy régebbi videód, amelyikben pirismaróton busáztál. Azt hiszem, játszik velem a busa, vagy valami hasonló címmel, hát játszott is ott rendesen. Sok mozdítás volt, de kevés akadás, illetve leakadt hal is, ha jól emlékszem. Céloztál a horog méretére, de végül nem derült ki, mi volt az oka rontott kapásoknak. Erről tudnál részletesebben mesélni? Nos, utána is horgáztam már busára egy-egy videóba, és ha jól emlékszem, akkor erről beszéltem, de most elmondom újra, hogy talán részletesebben, tehát biztos, hogy a horog volt akkor a gond. Nem is túl hegyes, vastagabb húsú, nem is elég nagy horgokkal pecáztam szerintem akkor, tehát lényeg az, hogy a horog nem volt megfelelő, de nem csak a horoggal volt a baj, hanem a legnagyobb méretű pufit tettem fel, tehát ezt a hungarocell pufit, és azt gondolom, hogy az sokat takarta a hol a göbléből, ugye a busák nem kezdik el lenyelni, tehát nem azért, tehát nem magát a pufit kapják be, és nem, tehát a szájukban megérzik, hogy valamilyen terjedelmesebb valami van, akkor azt rögtön kifújják, tehát nem fognak rá, nem próbálják meg lenyelni, hanem azt rögtön fújják is ki. Aztán, hogyha a horog hegyét betakarja, vagy a horog göblébe betakar nagy mértékben ez a pufi, azért, mert viszonylag nagy ez a pufi, akkor nehezebben fog akadni. Ugye, és el is húzta rendesen sokszor, és szinte ketté tört a bot, akkorák kapások voltak. Ez is szerintem a horog nem volt túl jó, valamint megint azt tudom mondani, hogy vékonyan akadt ilyenkor, és sikerült nekik megszabadulni a horogtól. Ennyit tudok, erre tudok gondolni, aztán a következő horgászatoktól már más horgot használtam, nagyobb, öblű, vékonyabb húsú horgokat, hegyesebb horgokat, és azt a megoldást találtam ki, hogy két kisebb pufit tettem rá a horog száráig feltolva, tehát nem egy nagyobbat, az is elemeli, hanem két kisebbet, és így ez is elemelte, így viszont a horogömble jobban szabadon maradt, és így valójában majdnem minden busa azután már megakadt, úgyhogy ezt tudom
gondolni, hogy ez lehetett a megoldás, és ezután is így fogok horgászni, most nyárára is tervezek több busázást, valószínűleg videók is fognak róla készülni, úgyhogy meglátjuk, hogy továbbra is működik ez a megoldás. Pisti kérdezi, hogy melyik az a csali, amivel a legtöbb pontyot fogtad? Na hát, ha azt nézzük, hogy egész életemben mivel fogtam a legtöbb pontyot, akkor egyértelműen kukorica, tehát erjesztett kukorica, vagy csemege kukorica változatát, hogyha említjük, akkor mindenképpen kukorica erre a válasz. Viszont gondolom nem erre gondolsz, hanem hogy mostanában mi volt az a csali, ugye a mostani piacról, milyen wafter csali esetleg lehetett, amivel a legtöbb halat fogtam, pontyot fogtam, ugye pontra vonatkozik a kérdés. Valójában azzal fogod, és te is azzal fogod a legtöbb pontyodat, amivel a legtöbbet horgászol, tehát ez majdnem mindig igaz. Pergetésnél is az van, hogy valaki valamilyen csalival fog egy halat, és onnantól kezdve ő sokat horgászik vele, és nyilván emiatt több halat fog vele fogni, így azt gondolja, hogy az a legjobb csali, ami létezik. Ez nem teljesen és nem kifejezetten van így, viszont én az a sok videómban láttátok, az a kis Walteres wafter csalik, abból is a penettone vagy a kukoricás, édes kukoricás, sweet corn ízesítésű, azokkal sokat horgáztam az utóbbi időben, és mostanában az a emiatt, ugyebár ezekkel fogtam a legtöbb halat, és pontyot is. Következő kérdés, amit Olszewski, remélem jól ejtem a nevedet, Máté kérdezi, hogy melyik víz a kedvenced? Tehát gondolom ebben akkor benne van folyótó, mindenféle víz. Azt mondanám így ex-has, így rögtön, hogy a Tisza-tó, mégpedig meg is magyarázom miért. Azért a Tisza-tó, mert ott a létező minden technika, létező legtöbbféle halfaj, rengetegféle víz, hogy mondjam, tehát rengetegféle körülmény megtalálható, ugye a magas vízszint, az alacsony vízszint, a folyó része, az állóvíz része, a sekélyebb, a mélyebb, a hidegebb, a melegebb, a, nem is tudom, a vízinövényes, a tisztább, a mélyebb, tehát ott tényleg van minden féle körülmény, amihez, ha éppen az embernek kedve van, akkor egy olyan helyre megy, ahol azt a körülményt találja, és akkor ott fog horgászni, ott fog halat fogni, vagy éppen nem. És azért ezen a tavon nem nehéz halat fogni általában. Még talán azt is mondhatom, hogy nagyobb halat sem mindig nehéz fogni, ellenben ez egy, most már mondhatjuk azt, hogy vadvíz, tudjuk, hogy mesterséges, de mondhatjuk már azt, hogy vadasodott, úgyhogy ezek által a halaknak a megfogásának az élménye is nagyobb talán emiatt. Úgyhogy ezért mondom a Tisza-tavat. Mondhatnám a Balatont is, de mivel hogy sajnos életemben eddig egyszer sikerült ott horgászni, az jó horgászat volt ugyan, de az azért egy ilyen monotonabb, homogénebb víz, mint mondjuk a Tisza-tó. Horváth Dávid kérdése. Hello, azt szeretném kérdezni, mi volt a legnagyobb halad és hol sikerült fogni? Kedvenc tavad vagy folyód? Legjobb verseny eredményed? Ki az a magyar horgász, akire példaképként tekintesz? Válaszodat előre is köszönöm. Na, itt több kérdés van, menjünk a kosorba. Tehát azt szeretném kérdezni, mi volt a legnagyobb halad? Hát ez jó kérdés. Valójában nem sikerült igazán nagy kapitális halakat fognom soha. Nem is igazán horgáztam rájuk. Harcsáztam többször a látóképi víztározón pár évvel ezelőtt, és ott sikerült fognom egy 16 kilós harcsát. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hal. Pontyot is fogtam már 10-15 kiló körülieket, de szerintem ez a harcsa volt a legnagyobb hal, ennél nem volt nagyobb, úgyhogy ezt tudom mondani. Hol sikerült fogni? Ja, hát a látóképi víztározón, ezt ugye ezzel már meg is magyaráztam. Kedvenc tavat vagy folyód? Hát itt írod a tavadat, arra válaszoltam az előbb, folyóra pedig a Dunát mondanám. Tehát Duna egy olyan folyó, hogy ott azért elég sokszor lehet halat fogni, elég jó halakat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Duna az egy jó folyó itt. Persze itt is mondhatnám az Ebrót, a Pót, de ott még nem horgáztam, ott nem horgászok minden nap, sajnos a Dunán sem, de ott azért már sikerült egy pár szó horgáztam, és elég jó folyónak találom.
Legjobb verseny eredményed. Nívósan versenyen nem indultam még, tehát ilyen OB-n mindig lemaradok a jelentkezésről, idén is ez történt. Amatőr versenyekre járok, ott a legjobb eredményem ez idáig az első hely nyilván, és olyan is volt, hogy első hely és a legnagyobb hal díját is el tudtam vinni, szóval ez volt a legjobb eredmény. Ebből volt egyébként több is, nem olyan sok, de azért volt már többször is ilyen alkalom. Ki az a magyar horgász, akire példaképként tekintesz? Na valójában nincs olyan horgász, akire úgy olyan szinten tekintek példaképként, hogy mindent úgy akarok csinálni, hogy én ő akarok lenni, én úgy akarok horgászni, ahogy ő. Én minden magyar elismert horgászt, valamilyen szinten elismert horgászt én is ugyanúgy elismerek, mert valamilyen szinten, valamiért elérték azt, amit elértek. Több ilyen elismert horgászt hallottam már személyesen is beszélni, vagy akár beszéltem velük. Valakit nyilván nagyképűnek tartok, valakit nem gondolom annyira nagy horgásznak, mint amilyennek tartják, vagy mint amilyennek sikerült neki befutni, de valamennyire azért mindegyikük megérdemli, hogy ott van, ahol van. Aki úgy a kedvencem lenne, vagy úgy jobban elismerek, az esetleg Jankó és Krisztián tudom mondani. Persze ő is a saját márkáját tolja, a saját horgász csaljaival horgászik, amikor csak tud, nyilván a reklám, meg stb. Az azért fontos. De neki azért vannak olyan sok olyan videói, amikor tényleg ötleteket ad, ő is mutat olyan technikákat, ami nem kifejezetten arról szól, hogy az neki lesz bevétel, viszont mégis jó ötletek. Tehát ez teljesen jó. Döme Gábor videóit is szeretem, például képzeljétek el, most például ezek a videói, amikor a Tiszatavon minden évszakban horgászik, szerintem ezek nagyon jók. Az új Dunás videója is, amit ugye nem ő beszél benne, hanem felkonferálják, az is szerintem nagyon jó, ebből is lesz több rész. Tehát jók ezek az ötletek, amikor ilyen oldalról közelítik meg a horgászatokat. Szóval én nem emelnék ki úgy senkit külön, de mindegyiküket valamilyen szinten, valamilyen oldalról elismerek. Ennyi kérdésed volt, igen, Dávid, úgyhogy menjünk tovább. Mezei Dániel kérdezte a következőt, tehát azt írta, hogy szia, villogó csatornát, zárójelbe Karcag Kisújszárás térsége, tervezed-e meglátogatni? Szívesen látnék róla egy filmet. Villogó csatorna, soha nem hallottam róla. Megmondom őszintén, hogy meg akartam nézni, mielőtt ezt a videót elkészítem, de elfelejtettem sajnos. Viszont jól hangzik, írd már le légy szíves ez a videó alá, hogy mit kell tudni erről a csatornáról, mit lehet fogni, mekkora csatorna, hol lehet napi egyet venni hozzá, vagy rá, mert hogy lehet megközelíteni, még mi a legjobb hely, amit te gondolsz, hogy az jó szakasza. Aztán úgy alakul, akkor szívesen meglátogatom. Szeretem egyébként az ilyen csatornákat. Rakócai Gábor kérdezi, hogy mennyire gyakran horgászol, valamint ennek hány százalékáról készül videó? Na ez egy jó kérdés. Amennyire gyakran horgászol, az sajnos a szabadidőtől függ. Ugye nem ezt csinálom fő munkaidőbe, úgymond. Ez nekem csak hobbi. Viszont annak elég erős. Milyen gyakran? Tehát két, vagy nem is három, vagy négy éve volt az év, amikor úgy adtam le a fogási naplómat, hogy 273, azt hiszem, vagy 74 horgásznap volt azon az éven, úgyhogy akkor mondhatni azt, hogy szinte az egész évet végig horgáztam. Persze nem minden nap volt teljes nap, tehát többnyire munka után, 3 óra utáni, délutáni, esti horgászatok voltak ezek, a nyári időszakban főként. Mostanában azért nem nagyon, tehát hétvégente tudok inkább elmenni, valamint szabadságomon, de ha elmegyek szabadságra mondjuk pár napra, akkor biztos, hogy az 50%-án horgászok, tehát azért ezeket próbálom horgászatra fordítani. Tehát ebből kifolyólag látjátok, hogy ha ezt így összeszámoljátok, és mennyiről készül videó, tehát akkor rögtön kiderül, hogy elég kis részéről. Az igazság, hogy sokszor van az, hogy
hogy nem is készülök videóval, de végül lesz belőle valamilyen videó. Vagy olyan is van, hogy készülök egy horgászatra, és hogy csinálok egy nagyon jó videót, aztán egyszerűen nem tud videó készülni, mert nem fogok halat, tehát simán van olyan, hogy én sem fogok halat. Ezekről a horgászatokról igyekszem egyébként a Facebook csatornámon megosztani információkat, úgyhogy meg a Facebook oldalon, úgyhogy gyertek el oda is, ha esetleg nem lennétek, nem követnétek az oldalt, és akkor ezekről fogtok és találtok infókat. Következő kérdés Füse Ferenctől érkezett. Hello, mikor lesz a keletin és a hortobágyi horgászos videó? Hát, nem tudom, de tervezem. Tehát ugye Debrecen mellett van nem messze a keleti, a Hortobágy folyó is. A Hortobágy folyót egyébként szeretem, az egy érdekes, szeszélyes kis folyócska, kis icike-picike, viszont mély, gyors folyású folyócska, és lehet benne halat fogni, kis keszegek, kárászok azért szinte mindig vannak. A keleti az abszolút rapszódikus, nehéz pálya egyébként, én azt gondolom, de szerintem ti is így gondoljátok. De ha már van időm horgászni, akkor általában nem ide megyek, ez mondjuk érdekes, tehát itt, ez itt van közel, horgászhatnék ott minden délután, de aztán valahogy mégsem jön össze. De lesz, mindenképpen lesz idén, tervezek videót mind a két helyen, úgyhogy igyekszem csinálni. Következőt Butcher kérdezi, hogy szia, melyik horgász stílus a kedvenced, gondolok itt például pergetés, úszós, fenekezés, stb. Hát ezt már gondolom a videóimból is leszűrhetitek, hogy jelenleg a féderezés a kedvencem, tehát legtöbbször féderezek. Annak idején, mikor a horgászat elején jártam, akkor ugye az úszózás, a kis piszbosztos úszózás, az is volt a kedvencem, aztán jött az orsós, horgászbotos időszakom, a kezdete, akkor valójában a fenekezés, a klasszikus fenekezés, akkor az volt a kedvencem. Utána vettem boilis botot, de azzal is a klasszikus fenekezést csináltam, nem igazán boilisztam vele, megvannak most is ezek a botok. Viszont újabban, amióta rászoktam erre a féderezésre, most jelenleg szinte csak féderezek. Tehát a pergetésről annyit, hogyha eljön az őszi csuka szezon, akkor abszolút mindenféleképpen pergetek. Több alkalommal és több helyen, ha esetleg békés halazni megyek, de előfordulhat csuka, akkor biztos, hogy benn van a pergetőbotom, de azért a kedvencem az a féderezés. The Pigmeus kérdezi, vagyis írja, hogy hello, mióta horgászol, és volt-e valaki, aki megfertőzött vele, vagy csak magadtól álltál neki? Köszi a választ, és további jó pecát kívánok. Hát én is köszönöm ezt a jó kívánságot. Mióta horgászok, nem tudom, nem emlékszek rá, tehát már annyira régen, hogy valójában amióta úgy az eszemet tudom, szeretek horgászni, nyilván a kezdetekkor nem horgáztam sokat, mert óvoda meg általános iskola elején ugye nem tudtam elmenni horgászni, hogy kifertőzött meg valószínűleg édesapám, tehát ő horgászott már akkor is, azóta is, és akkor is horgászott ugye az öccsével, aki keresztapám, tehát én az nem emlékszek az első alkalomra, de azt gondolom, hogy vele vagy velük mehettem el legelőször, kiskoromban még egész kiskorom lehetett, és mondom, nem emlékszek rá, de szerintem rögtön megfertőzött, és azóta én szeretek horgászni járni, úgyhogy ennyit erről. Rassai Richard kérdezi, hogy hello, régóta horgászom már, de eddig elkerültek az amúrok. Mit tudnál tanácsolni, ha idén nyáron mindenképpen szeretnék fogni? Milyen felszerelés, módszer, csalit ajánlasz? Köszönöm a válaszod. Hát figyelj, nem írod azt, hogy hol szeretnél amúrozni. Tehát erről nem esik szó, hogyha valamilyen vadvizen, vagy csatornán, vagy folyón szeretnél, akkor mindenképpen azt tudom mondani, hogy valamilyen kukoricás erjesztett, főleg ha nyáról van szó, már pedig nyáron ildomos legjobban amúrozni. Tehát ha nyáról van szó, akkor mindenképpen valamilyen erjesztett, valsavas, büdös, kukorica alapú szemes magmixet, vagy csak önmagában kukoricát ajánlanám, és akkor vadvizen, a sekélyebb, lassabban mozgó vizeken próbálkoznék vele, azt jól megetetném, tehát ha amúrozol, akkor oda kell a kajat, tehát azt tolni kell. Ha van rá lehetőséged és nem ülik le a helyet, akkor előtte már napokkal el lehet kezdeni etetgetni, és utána arra kellene horgásszál.
Csalinak semmi más, csak azt, amivel etettél, én azzal horgásznék, és valójában úgy amúroztam, hogy egy végólom, aztán feljebb 30-40 centivel legalább egy paternoster kötéssel egy oldalfület, hogyha kötsz a főzsinórodra, és abba hurkolsz bele valamilyen, én inkább a monofilt ajánlom, hogy ne gabajodjon össze, monofil rövid előkével egy horgot, és arra fűzött fel, hajszál előkére például, mindenképpen rövid legyen a horog előkéd, én azt javaslom, mert nem egyszer jártam már úgy, mikor hosszabb volt, ugye az amúrnak van ez a garatfoga, és mikor mélyre veszi, akkor azzal úgy elrágja a fonottat is, meg a monofilt is, mint a szél, úgyhogy én mindenképpen rövid előkét ajánlanék. A rövid az azt jelenti, hogy 5-8 centi, de lehet, hogy már a 8 centi is hosszú, tehát tényleg ennyire rövidet kötnék a helyedbe, így nem is fog tudni jól, tehát nem is fog tudni összegabajodni, vagy ráakadni a főzsinóra nagy részt. Tehát én így horgásznék. Én ilyen szerelékkel horgáztam távolra is sokat, egyesületi vizeken is rengeteg amút fogtam így, meg egyébként vadvizen is. Ha tóról beszélünk, akkor akármilyen tóról is, mindenképpen a partszélben keresném az amúrt, akár ilyen bombos módszerrel láttad, ahogy nyugatin is fogtam az amúrokat bombbal, tehát így csúszizgatnék be, vagy egyszerre rengeteg szemes kukoricát például nyomnék be, tehát viszonylag sekély vízbe, partszélbe, és arra horgásznék rá. Az amúrokkal vigyázni kell abból a szempontból, hogy riadósak ők is nagyon, tehát ne ugráljunk a parton, viszonylag távolra tőlünk horgásszunk inkább. Hát nem tudom, én ezt ajánlanám. Volt még egy horgásztó, ami egy ideig nem volt kezelés alatt, és tehát nem telepítettek bele halat, viszont rengeteg amúr lakta. És ott például azt csináltam, hogy nádtövét, tehát a ilyen sok nád, tehát nádas volt maga a tó, elkezdett benádasodni, de azért voltak nyílt területek, és ugye a 80 méterre volt egy benyúló nád félsziget a tóba, és azt rakétáztam ezzel a boilis bottal, etető rakétával, elrejesztett kukoricát, berakétáztam oda a nádtövébe, ez esti órákban volt, ez nyáron volt, este 6-7 óra körül, és van ez a, például a Haldorádónak is van ez a fokhagymás gumikukoricája, én azt tűztem fel horog csalitüskére, és úgy dobtam oda be, és szinte borítékolható volt, hogy ahogy besötétedett 9 óra, onnantól eltelt fél óra, fél tíz körül füstölt a fék, füstölt a kapásjelző, és vitte a nagy amúr. Tehát ez szinte borítékolható volt, szóval ezeket tudom ajánlani neked a morfogásra. Na, menjünk tovább. Következő kérdés az Anga Ádámtól érkezett. Szia, milyen kamerát szoktál használni a horgász videóidban? Hát erre tök egyszerű a válaszom. Azt a kamerát, amivel most ezt a videót is készítem, ez egy Huawei P30 Pro mobiltelefon. Szóval semmi extra, ilyen sima egyszerű mobiltelefonnal, amit egyébként is használok a magánéletben, ezzel szoktam a videókat csinálni. Jó az aksia, ez a lényeg, tehát sok hosszú videót fel tudjak vele venni. Valójában ezért vásároltam ezt a készüléket. Valamint van sportkamerám, azzal szoktam víz alatti felvételt csinálni. Ez egy sima kínai Eken H9R vagy H6R, nem is tudom pontosan a típusát. Ez egy olcsó kamera, sportkamera a célnak, nekem a célnak megfelel. Szóval ennyi az egész, semmi extra. Lázár Norbert kérdezi. Szia, engem is érdekelne egy-két videó a keleti főcsatornás horgászatról, hát erre már válaszoltam, illetve hogyha tervezel a nézői közös pecát, lehet-e csatlakozni hozzád egy-egy alkalomra. Na pont ezért, mert már rengetegen, tényleg nagyon sokan írtatok rám már, meg videó alatt is írtátok, hogy csatlakoznátok egy-egy pecára, tök kedves tőletek, meg tényleg ezek jó ötletek, úgyhogy mindenképpen szeretnék egy közös nézői pecát, pont így, ahogy ezt írod. Szeretnék majd nyári időszakban meghirdetni egy olyan szombatot vagy vasárnapot, tehát mindenképpen hétvégét, hogy azért ráérjetek ti is. Egy napot, amikor nem tudom, megbeszéljük valahova, elmegyünk, ahol azért tudjuk, hogy lesz hely, tehát nem kell a helyért majd imádkozni, nem kell össze-vissza ülni mindenkinek,
És akkor elmegyünk és horgászunk egy nap közösen, erről majd csinálnék egy videót is. Úgyhogy mindenképpen tervezek, hát remélem ez össze fog jönni. Egyébként van még egy másik tervem is, ugye rengeteg horgász van, aki videókat csinál. Most nem a híres és nagy elismert horgászokról beszélek, hanem tényleg a hobbi amatőr horgászokról, és őket is tervezem majd megkeresni, hát ha egy néhány ilyen horgász belemenne abba, hogy egy közös horgászatot csináljunk, és mindenki a saját csatornájára csinálna erről egy videót, szerintem tök jó ötlet lenne, tök jó lenne, és akkor megnéznénk, hogy az adott vízen ki hogy horgászik, milyen halakat fog, stb. Tóth Károly kérdezi, hogy hello, gratulálok a munkásságodhoz, sok sikert és sok feliratkozót kívánok. Hát köszönöm szépen, munkásságnak nem mondanám, mert tényleg csak egy hobbi, de azért köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Kérdésem szinte nincs is, talán egy. Próbáltál már úgy balint fogni, ahogy Jankovics Krisztián? Tavalyi videójában mutatta? Nem írok linket, címet, teljesen nyilvános, a YouTube-on elérhető. Én az idén ráállok a balinokra ezzel a módszerrel, rengeteg van belőlük a nagykunságin. Gondolom, hogy melyik videóra gondolsz. Volt Jankovics Krisztiánnak egy régebbi videója is, amikor azt hiszem a Maconkán, vagy nem is tudom, hogy hol, csinált egy olyan balinozós videót, amikor csúzlival lövődözte be a csontikat, és odaállt rá a balin, aztán ilyen csontis csalival fogta meg őket, de te nem erre gondolsz, viszont ezzel kapcsolatban szeretnék mondani azért valamit, tehát szerintem azért ezzel a technikával nem lehet mindenhol balint fogni, tehát gondolok én arra, mondjuk Domrádon, ahonnan származom, ott folyik a Tisza, oda leülök, elkezdenék csúzlizni befelé, rengeteg balin van egyébként, de biztos, hogy nem állnának oda úgy, főleg a nagy balinok, hogy én aztán a csontival ott orba szájba fogjam őket. Tehát vannak ilyen videók, amikor tényleg az aktuális vízen az az aktuális technika éppen akkor nagyon eredményezte a halat, de ne gondoljuk azt, hogy mi is kimegyünk aztán majd azzal a technikával, akár ugyanott, de egy más alkalommal ugyanúgy tudjuk fogni, ez sajnos nem így van. De ezt biztos tapasztaltátok már ti is. Viszont amire te gondolsz, az azt gondolom, hogy az, amikor ugye ilyen úszós, vagy nem is tudom milyen szerelékkel, ilyen döglött, vagy akár élő küszt lebegtetve víz közt, vagy a víz tetején, hasonló ilyen nem is tudom, ilyen balingolyós módszerrel, arra hasonló módszerrel fogta a balinokat. Nekem is tetszett, és ez is pont egy olyan videó volt tőle, ami jó ötlet, úgyhogy nem horgáztam még így, láttam ezt a videót. Mit is kérdeztél, hogy próbáltál-e már úgy balint fogni? Balingolyóval egyébként már próbáltam, de nekem össze-vissza gabajodott, össze-vissza akadt, mert élő volt rajta, a kis hal, aztán így feljött, meg mindent összegabajított. Egyszer-kétszer próbálkoztam vele. Viszont így konkrétan ezzel a technikával, amivel Krisztián még nem, viszont nekem is tetszett, úgyhogy én is meg fogom próbálni olyan helyen, ahol esetleg látom, hogy sok a balin. Úgyhogy ajánlom neked is, és ha sikerül halat fognod így, akkor mindenképpen hozd meg velünk. Én egyébként úgy fogtam már balint, hogy képzétek el, nem tudom, ti próbálkoztatok-e már ezzel, például ez a Tiszán történt. A Tiszán is vannak ugye olyan helyek, ahol a part után rögtön mélyre letörik a víz, vagy éppen nem törik le a víz, de azért nem 10 centis a víz, hanem olyan már azért 20-30 centis víz van, és ott látszik, ahogy a balin űzi a kis halat, veri, vágja, üti, viszont bármit csináltok, nem tudjátok megfogni. Na itt van egy olyan jó ötlet, hogy nem kell se ólom, semmiféle extra dologra gondolni, egy viszonylag hosszabb orsós bot, vagy egyébként lehetne szerintem egy sima spitzbot is, végén van ugye egy damil, és a leges legvégén van egy kis horog, vagy hármas, kisebb hármas horog, vagy egy egyes horog, amire fel van akasztva egy kis küsz, élő küsz, fontos élő, és azt ráengeditek, tehát úgy állítjátok be, tehát a bottartó villát azt leszúrjátok akár már a vízbe, vagy a víz és a part találkozásánál, és ráteszitek ezt a botot, vagy a spitz botot, vagy egy gyorsos bot, tök mindegy, és az ugye benyúlik a víz fölé, attól függően, hogy milyen hosszú, annál beljebb tudjátok nyújtani a botnak a hegyét, és ezt így leteszitek erre a bottartóvillára, és annyira engeditek le a halat,
a csali halat, ami ugye a szerelék végén van, hogy éppen a víz tetejére ráérjen. Tehát ne dögöljön meg, tehát valamilyen benne legyen a vízbe. Ezen tudtok állítani, hogy mennyire engeditek le, mert akkor jobban be tudja járni azt a vízterületet, ami ott van, és ő azt fogja csinálni, ez a kis hal, hogy elkezd úszni valamerre, és ugye ahogy leng majd ki a bot hegyéhez viszonyítva a damél, annál sekélyebb vízrétegbe fog úszkálni, és elkezd majd csapkodni a víz tetején, onnan majd jön vissza, csapkod a másik oldalon. És higgyétek el, ilyenkor a balint semmit nem lát a kis halból, hogy abba horog van, vagy bármi van, csak alulról látja a kis halat, hogy az ott vergődik, úszkál össze-vissza, és higgyétek el, le fogja verni, és gyönyörű kapást okoz, mert látod a víz tetején, amikor ráver a balin arra küszre, szerencsétlen nyomorai küszre, és rögtön hajlik a bot. Tehát ez ilyen pergetés, hogy nem is tudom, minek mondhatnám, de ott kell ülni a bot mellett. Tehát ha orsos bot, akkor nyilván kiengedjük a féket, és tudja húzni, de ezt sima spitzbottal is meg lehet csinálni, de akkor elkezdi majd húzni a hal, és ott kell lenni, résen kell lenni, el ne vigy a botot. Szerintem ez egy tök jó technika balinfogásra, ilyen vizeken, mint például Tisza, vagy el tudom képzelni Dunán, vagy akár tavakon is. Na, ennyi kérdés érkezett tőletek, köszönöm szépen, remélem, hogy kielégítő válaszokat adtam. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!